Sziasztok! A mai videóban a Gellen jó voltából a márka két újdonságát szeretném nektek bemutatni, ugyanis kaptam egy levelet La Petite Robe Noire-tól, így ma a La Petite Robe Noire rúst, illetve körömlapot szeretném nektek bemutatni. Nagyon bízom benne, hogy velem tartotok, már csak azért is, mert a videó végén van a számotokra egy kis meglepetésem is. Bár szerintem a legtöbbeteknek nem igazán kell bemutatnom a Guerlaine-t, és nem is nagyon akarok itt történelem órát tartani, de azért azt szeretném elmondani, hogy ez az egyik legrégebbi parfüm és smink márka, ugyanis 1828-ban alapították, több mint 300 illatot készítettek, viszont egyre szélesebb a smink, illetve bőrápoló kínálat. Is. De hogy a videó témája felé kanyarodjak, hadd mutassam be nektek a Guerlaine La Petite Robe Noire parfümjét, ez egyébként egy mini verzió, és így néz ki az üvege, ugyanis ez ihlette ezt a rúst, illetve a körömlakkot is. A La Petite Robe Noire azt jelenti, hogy kis fekete ruha, ugye ez egy nagyon klasszikus darab a nő ruhatárának egyik alapja, és ez ihlette ezt a nagyon kifinomult, elegáns és nőies illatot, ami egyébként négy verzióban létezik, nagyon remélem, hogy jól fogom őket kiejteni. Eau de Parfum Couture, Eau de Toilette és Eau Fraîche. Ez van egyébként most itt nálam is. De hogy ne húzzam tovább a szót, íme a La Petite Robe Noire rúzs, pontosabban annak a doboza. Első ránézésre ugye nagyon klasszikus, fekete doboza van, ugye ezüst felirattal, tényleg nagyon kifinomult és elegáns, viszont hogyha megfordítom, akkor itt van egy eléggé élénk felirat, ugye Guerlaine, és ez már sokkal modernebb, vagányabb, úgyhogy ez a csomagolás érdekes kettősséget mutat számomra, de nekem nagyon tetszik, és így szerintem mindenki közel érezheti magához. És így néz ki maga a rúzs, ugye egyértelműen a parfümöt idézi a csomagolása, ennek a kupakján is egy fordított szín van, mint ahogyan a parfümnek is, és nekem nagyon tetszik, hogy átlátszó tokba került bele, már csak azért is, mert így ugye láthatjuk magának a rúzsnak a színét a csomagoláson keresztül, tehát nem kell minden egyes alkalommal kivenni és megnézegetni, hogy ez most éppen melyik árnyalat, de amúgy tényleg egy nagyon ízléses és kifinomult darab, szerintem bármelyik sminkes szekrénynek vagy fésülködő asztalnak a dísze lehet, mert tényleg nagyon elegáns ez a csomagolás. Ami a rúzs textúráját illeti, nagyon könnyű, már-már ilyen zselés krémes állaga van, emiatt nagyon könnyen siklik az ajkakon. Éppen ezért egy picit talán ki is csúszhat, úgyhogy napközben nem árt ránézni, hogy nehogy így az ajakvonalán kívülre is kerüljön belőle. De pont emiatt a könnyed textúra miatt nagyon kellemes viselet az ajkakon, egyáltalán nem ragacsos, nem nehezíti el az ajkakat, nem szárít, sőt inkább hidratálja őket. Amikor felkenem, azt veszem észre, mintha így kiegyenlíteni, vagy kitölteni az ajaknak a kis ráncait, illetve barázdáit, úgyhogy tényleg nagyon szép, dús hatást biztosít. Ami a tartóságát illeti, nem mondanám túlzottan tartósnak, sőt inkább azt mondom, hogy átlagos ezen a téren, viszont szép fokozatosan kopik le, és ahogy eltűnik az ajkakról a rúzs, illetve annak a fénye, marad utána egy kis szín, ugyanis ez a rúzs megszínezi az ajkakat, tehát hogyha le is kopott, akkor sem maradnak teljesen mesztelenek az ajkak. És amit még nagyon fontos elmondanom, az az, hogy rétegezhető textúrája van. Ez azt jelenti, hogy ha csak egy rétegben viszem fel, akkor gyakorlatilag olyan, mint egy ilyen könnyed, színezett ajakápoló, épp hogy csak egy kevés színt, illetve fényt ad az ajkaknak, így tökéletes nappali viselet, mert tényleg nagyon visszafogott. Viszont, hogyha több rétegben visszük fel, akkor már sokkal intenzívebb a hatás és igazi, teljes rúzsfedést érhetünk el vele, így akár alkalmakra is tökéletes viselet. Meg is mutatom nektek, hogy mit jelent ez a rétegezhető textúra. Én most a 068-as Mauve Glass árnyalatot fogom használni. Nézzük akkor először egy rétegben. Láthatjátok, hogy adott egy kis színt, illetve fényt az ajkaknak, de egyáltalán nem feltűnő, nagyon-nagyon visszafogott és természetes. Nézzük, hogyha több réteget teszek fel egymásra.
Láthatjátok a különbséget, így sokkal intenzívebb a szín, sokkal feltűnőbb, de én még azt gondolom, hogy így is egy nagyon viselhető rúzsról van szó. Úgyhogy ezt a rúzst tényleg a kedvünk, vagy éppen az alkalomnak megfelelően használhatjuk a rétegezhető textúrája miatt. Nem mehetek el szó nélkül amellett, mert hogy egyből érezni lehet, ahogy leveszem a rúzsnak a kupakját, hogy mennyire isteni finom illata van. Nyilván ugye ez is a parfümre utal vissza, ugyanis a parfümnek az illatjegyei ihlették ennek a rúzsnak az illatát, úgyhogy ilyen nagyon kellemes, édeskés, virágos, gyümölcsös illata van. Nekem nagyon tetszik, viszont akik nem annyira kedvelik az illatos sminktermékeket, annak valószínűleg nem lesz ez a kedvence, de én azt mondom, hogy érdemes tenni vele egy próbát, és megszagolni, mert tényleg isteni finom illata van. A La Petite Robe Noire rúzs egyébként 20 különböző árnyalatban kapható, nálam itt most 4 van, illetve plusz még egy, de azt majd csak a videó végén mutatom meg. Az egyik az a 001-es My First Lipstick, ami egy nagyon-nagyon visszafogott rózsaszín árnyalat, de gyönyörű fényt ad az ajkaknak, ilyen nagyon apró csillámok vannak benne, ez tényleg ilyen első rúzsnak tökéletes, hiszen nagyon enyhe színe van, de tényleg kiemeli az ajkak szépségét. Aztán itt van a 003-as Red Heels, ami egy igazi vörös rúzs, klasszikus árnyalat, tényleg gyönyörű színe van. A következő az a 068-as Mauve Gloves árnyalat, ez van egyébként most az ajkaimon is, és nekem most ez a személyes kedvencem. Végül, de nem utolsó sorban a 007-es Black Perfecto, ami lehet, hogy így első ránézésre ijesztőnek tűnhet, mert egy ilyen nagyon sötét, feketés lila árnyalat, de az ajkakon egyáltalán nem ilyen. Ez inkább fedőrúzsként alkalmazható, tehát mondjuk más rúzsokra is fel lehet tenni, de önmagában is nagyon szépen mutat az ajkakon, egyáltalán nem ilyen fekete, mint ami ennek így ránézésre tűnik, szóval tényleg egy nagyon különleges szín. A La Petite Robe Noire rúzsok egyébként a bennük található úgynevezett poppigmenteknek köszönhetően ennyire vagányak és fényesek. Ennyit a rúzsokról, és most szeretnék néhány szóban beszélni a La Petite Robe Noire körömlakokról is. A doboza igazából teljesen ugyanolyan, mint a rúzsé. A körömlaknak az üvege szintén ugye a parfümös üvegre hasonlít, ez szerintem önmagában úgy néz ki, mint egy mini parfümös üveg. Ennek a kupakján is ugye egy ilyen fordított szív van, ezt egyébként le lehet venni, és akkor így ugye könnyebben lehet használni. Ilyen lapos ecsete van, amivel szerintem nagyon gyors és könnyű a körömlakkozás. Az egyetlen pici furcsaság nekem az, hogy ilyen nagyon rövid a nyele. Ez számomra egy picit zavaró volt, de végül is meg tudtam szokni, nem jelentett problémát, simán ki tudtam vele festeni a körmeimet. A La Petite Robe Noire körömlaknak a fő különlegessége az, hogy ez egy illatosított körömlak. Na nem úgy, hogy így az üvegben vagy felkenéskor, mert hogy akkor ugyanolyan körömlak szaga van, mint bármelyik másik laknak, viszont száradás után elképesztően finom, édeskés gyümölcsös illata van, amivel ugye szintén a parfümre utalnak vissza. Azt írtak egyébként, hogy felkenés után 24 órán keresztül lehet érezni ezt az illatot, de én kb. 2 nappal ezelőtt lakoztam, és még mindig lehet érezni, szóval szerintem tovább is kitart ez a finom, virágos, gyümölcsös illat. Ez itt most nálam a 022-es Red Bow Tie árnyalat. Ez van egyébként most a körmeimen is 2 rétegben, illetve használtam a hozzátartozó alap, illetve fedőlapot is. Így ezeket együtt használva körülbelül olyan 4-5 napot bír a körmeimen, tehát én azt mondanám, hogy átlagos a tartósága. Ami a termékek árát illeti, ugye a Guerlain az egy luxus márka, így az áraik is ezt tükrözik, de én azt gondolom, hogy ha valaki megengedheti magának, akkor egy különleges alkalomra tökéletes ajándék akár másnak, akár saját magának. Viszont most egyikőtöknek lehetősége van arra, hogy megnyerje az egyik La Petite Robe Noire rúzst. Ez a 002-es Pink Tie árnyalat, és talán láthatjátok, hogy ez egy ilyen gyönyörű, élénk rózsaszín, igazi tavaszi árnyalat. Ha szeretnétek játszani ezért a rúzsért, akkor minden információt és nevezési feltételt leírok a videó alatt, úgyhogy azt mindenféleképpen nézzétek meg. Ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha szeretnétek értesülni a Guerlain újdonságairól, illetve aktuális történésekről, akkor kövessétek a Facebook oldalukat, be fogom tenni a linket a videó alatti leírásba. Hogyha pedig tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, sziasztok!